Hónapok teltek már el a tragikus veronai buszbaleset óta, ám az áldozatok hozzátartozói továbbra sem tudják, hogy pontosan mi történt. A grupama biztosító az elhunyt gyermekek hozzátartozóinak 6 millió forintot ajánlott, ám ezt a szülők nem fogadták el. Az egyik elhunyt fiatal családjának ügyvéde szerint a busztársaság biztosítója több hónapos csúszással csak most a napokban kezdte el kifizetni a sérelemdíjaknak egy részét. A külügyminisztérium elnézést kért a tájékoztatás hiányosságaiért, és ismét sürgette az olasz nyomozók munkáját. Négy hónappal a tragikus veronai busz baleset után még mindig nem tudják az áldozatok hozzátartozói, hogy pontosan mi történt. Szendrei Mónika a lányát veszítette el. A heti naplónak beszélt arról, hogy amikor értesültek a balesetről, azonnal útnak indultak, de a lányuk eszer állapotáról sokáig semmit sem tudtak. Mikor kértünk Veronában ott is csak annyit közöltek, hogy, hogy Eszter valószínűleg a buszon maradt, de hogy ő is az áldozatok között van, ez csak január 30-án tudtuk meg pontosan egy telefonból, hogy a DNS azonosításban kiderült, hogy ő is köztük volt. A szülők a tragédia óta úgy érzik, hogy magukra hagyták őket. A hozzátartozók felháborodását a Szendrei család ügyvédje is meg tudja érteni. Mai napig nem lehet tudni, hogy melyik szülő pontosan hogyan vesztette el a gyermekét. Ez egy nagyon fájó része a dolgoknak. A másik az, hogy a biztosítótársága, aki a busztnak a felelősség biztosítótársága volt, most a napokban kezdte el kifizetni a sérelemdíjaknak egy részét, ami úgy gondolom, hogy ez egy több hónapos késedelem, hiszen már két-három héttel a balesetet követően majdnem minden információval rendelkeztek. A a biztosító az elhuny gyermekek hozzátartozóinak 6 millió forintot ajánlott, ám ezt a szülők nem fogadták el. A biztosítótársaság híradónk megkeresésére annyit közölt, hogy továbbra is aktív párbeszédre törekszenek az érintettekkel, tiszteletben tartva fájdalmukat és személyiségi jogaikat. Kerestük az ügyben az oktatásért is felelős emberi erőforrások minisztériumát és a klikket is, ám adásunkig nem válaszoltak kérdéseinkre. A külügyminisztérium sajtófőnöke szerint a baleset után mindent megtettek a sérültek, illetve az áldozatok hozzátartozóinak támogatása érdekében. Az olasz hatóságok azonban még nem zárták le a nyomozást mi próbáltuk, és legutóbb, talán tegnap vagy tegnap előtt ismét levélben és telefonon az olasz ügyészséget sürgetni, de érdemi tájékoztatást a milánai főkonzulátusnak nem adnak. Azt is szeretném ugyanakkor elmondani, hogy ha a szülők úgy érzik, hogy a nyomozás állásáról nem tökéletesen tájékoztattuk őket, akkor ezért mindenképpen szeretnék elnézést kérni, a jövőben erre jobban oda fogunk figyelni. A januári veronai buszbalesetben 17-en haltak meg. A budapesti színjai gimnázium diákja és tanárai egy franciaországi sítáborból tartottak haza Magyarországra.